Te pénzt kérsz érte? Ilyen hülye kérdés, ennyiben egyeztük meg, én kevesebb, én meg sem mozdulok. Akkor jöjjön, kisasszony, kap egy tökény. Gyere, fogjuk. Ez egy kurva jó konyha! Kutya harap el szőrébe. Úgy! Csalja vissza! Már megtörtént. Nem igaz. De igaz. Mintha éreztem volna, hogy lesz rá ott. Igazán tetszem neked? Nagyon. Igen? Nagyon csinos vagy rá. Rájtom, olyan gondolod? Ez a ruha. Valósággal körül öleli a testedet. Ahogy te szoktad, igaz? Igen, úgy öltözted, mint ha vetkőztetne. Ahogy te szerettél, igaz? Pontosan. Esküszöm. Ah, miért ez a bizalmatlankodás? Mert nála nagyobb hadugot nem hordott a hátára föl. Rájöttem, hogy nem lett volna szabad ide jönnöm. Nem örülsz, hogy még látjuk egymást. Kérem, nem. Úgy sem elünk, kettőség. Az is elrendeződik. Vagy akkor? Figyelj, fogalmam sincs, de. Hát majd megoldom ezt is, hiszen tudod, hogy mennyire szeretlek, hogy imádlak, hogy... Jaj! 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 Semmi! Semmi! Az én világom csak! Valami belevett a szemébe, tudom! Tudod mi az, hogy Sula Keke? Sula, micsoda? Jól hallottad, Sula Keke. Az a hosszú tű, amit a gésák a kontyúkba tűznek. Nagyon bájos. De ha hosszút akarnak állni valakin, akkor nem a kontyúba tűzik. Nem mond, ha nem. Annyit elárulhatok, hogy utána akár csomóra is kötheted. Ugye csak, ezt nézd meg! Még hogy én meg... Teljesen megőrült, kedvesem! Szóval te vagy az! De ki ő? Ő a férjem! A férjed? Ezért már még számolunk ott! Felmerészel! Tudom ki ez az ember, a szeretem! Ugyan most felmerészel!